Csá népek! Polákmentes szereget kívánok! Kaptam egy csatát Robert harcos tesámtól. Még nem indítom el a balhét, csak hogy lássuk, milyen felszerelés van rajta. Ja, és az M60-assal küldött Robert csatát. Szerintem ez az, amit meg lehet venni, ez az amerikai 10-es med. Szerintem ez az, amit 15K bondér meg lehet venni, vagy nem tudom. Na, az biztos, hogy van rajta egy turbó, egy hagyományos turbó, van rajta egy jóféle töltésgyorsító és egy vertikális stabilizátor, ja és akkor pótkaja, minden, első gunmark, nagyon fasza, ja és top tíresek vagyunk, lőhetjük a piciket, úgyhogy vissza is adom az irányítást Robtársonak, mert közben indítom a csatát, és a pálya az Malinovka, 683-nál töltjük újra ezt a 105-ös gunt, nézzük is, hogy mi van vele, APC-r a standard lőszer, 268-as pen, 390-es alfa, 1478-al megy, az szép. Van Goldunk Heat, 350-es pen, 390-es alfa, és ez se lassú, 1173, meg van benne Repesz, 53-as pen, 480-as alfa, és egészen ez is gyorsan szedi a lábát ez a lőszer. Na, nézzük is, hogy mi van. Rob nem megy fel a dombtetőre, hanem jön ide kempelkedni, nem tudom, hogy jelzem, jó, ki van fullozva itt minden. Látótáv az már maxra van húzva. Hát nálam nagyon nem nagyon láttok 10-es csatát, mert én nem látok bennük 10-es csatában semmiféle különösebb nagy rációt. Általában, ahogy ismerem az én matchmakingemet, az full goldozás lenne, mert csak tier 10 lenne. Nem lehetné még a piciket se. Na de se baj. Én inkább megmaradok az általános szinteken. 10-esből sincsen sok verdám, de egy-két meg kéne vennem igazából. De annyira nem vagyok rajongója a nagy 10-es matchmakingnek. De szerintem, hogy minden igaz, akkor ugye amedikai a gundepünk, akkor szerintem megvan az a 8-9-10 fok, de 8 az biztos megvan. Úgyhogy visszaadtam Robnak az irányítást. Előseredett a Type 61 is, menekül. És szerintem olyan sokat ezzel nem kell előre célozni. Igen, eléggé gyorsan száll a lőszer. Majdnem 1500-a. Kis letünk spotolva. Ez probléma. Aha, Spagetto 46 már fennbassza az anyját a top szélén. Eljött felsőnk, nem nagyon tudja, hol van. Chieftain Detto nem tudja, hol van. Értem. Csak nem értem, hogy miért. Na jó, hát ezért mondjuk eléggé nehézes, bár mondjuk olyan sok heavy tank nincsen. Nyilvánvalóan 8-as heavy-től ne várjunk semmit. A fazing, hogy elnézem, AFK. Talán a 2-6 farmos is, 2-6 farm is AFK. Nem nagyon hagyta el a bázis, az 50 is beállt a sustnyásba, hát azért mondjuk egy 9-es meddel azért valamit kéne csinálni, elhagyni esetleg a bázis környékét, jó lenne. Hát akkor a buzi 170-at feladta a balhét, azt hamar kiszórták a fiút. Na, megébredt a fazink, nice. Az E5-ös meg tolja be a vízpartot, szegény sarfutúr nézelődik, ott van az RH, meg megy a faze is rá, nagyon jó. Megvan Pancsera, hát igen, tudjuk milyen ez a plusz 2-es matchmaking. De nem baj, innen is el tudunk sniperkedni, és látom, ez a Verda alkalmas is rá bőségesen. Skorpiógé nem, takarásban van, az E5-ig nem látunk el. Egy Spagetto meg itt jön alattunk, de szerintem Rob észrevette, hogy igen, avar van az erdőbe, jön a Spagi. Előbb-utóbb az kiebb kell, hogy jöjjön. Igen, valahol nice. 3.99. Hát valamit akar csinálni a Spagetto. Nem csinált igazából hülyeséget. És ez most kinek szánta, az E4-esnek? Ejj! Pedig éppen dicsértem az ágyut. Na, semmi. Type 61 a dombtetőn. Ó, jó lesz ez. Nem lesz jó. Na. Type az nem fél. Rendben, maradjál úgy. És gyorsan közben kivágták a Spagettót, ugyanaz az E50 elintézte. Mindjárt földagadunk két kára. Ejj! De kár, ott van még fönn a bagger is. Az sem éppensége egy finom falat. De mondjuk oldalról jó lenne. Hát innen nem nyert. Hát na, lesz a bovalni. Áó, bazzeg, pont ráhúzta a lövegpajzsra, vagy nem tudom mire. Ó, kilettünk spotolva, hát ez probléma. De mivel nincsen klikker, talán annyi nem kell félnünk. 121 Bélás meg a többiek azok felekszenek a vízparton. A bagger akar minket, vagy nem minket akar, de ellenézelődik. Baszki föld! Képzel, idegbeteg lehettél, mi? TNHVZ, faszom kínja, 9-es szar, vagy 10-es szar, vagy mi az? Az a 9-es heavy, nagyon jó. T10-ünk is kapott egy orbitálisat.
Vajon a TVP? Hello, köcsök! Mi van, táras patkánya? Ez az. Szedegesset csak lop, ami a csövön kifért. Ne sajnáld tőlük az olmot. Még az öreg azt, hogy nincsen meg a STG, SUS 130 PM. Lehet, hogy az alja TD-k meg a tortoly sincsen meg, lehet, hogy is bázist véd. Na mindegy, feldagadtunk már 2002-re, nagyon fasza. Jön is akkor a TNH, azaz. T30, de ez toronytetőn bemenne ki. De sajnos elvesztettük a T10-ünket. Köcsög vézé kibaszta, nem a Type volt az. És akkor Panther is itt szórakozik. 6-3, eléggé be vagyunk szorítva, na de se baj. 7-3, bagger kibaszta a Chieftaint, vagy mi a faszt. Igen, ez probléma. Na jó, akkor menjünk vissza a védekezésbe, igazad van. Vagy rámegyünk azokra? Nagyon jó, akkor menjünk rá azokra, Rob. Mutasd, mit lehet kihozni ebből. Type 61 már szerintem körbejárta a fél mappot. Itt is volt egy kicsit, ott is volt egy kicsikét, most megint itt van. Na, akkor segítsük ki a többieket. Robi mindig sima APC ellen van. 50 tortóiz is full HP-n. Nagyon jó, bazd meg, ez pont hiányzott. Itt terrestőnek a ver is. Eljött, még nem játszik. Elbasztuk. De szerencsére egész gyorsan tölti. Még a tortóznak lehetne adni egy kicsikét. Megvan a SUS 130 PM is. Ahol lepattanunk róla. Aha, értem. Meg azt a szép nagy kupolát eltaláltad szerintem, bőfassa. Megy a gold. Intuíció van. Gyorsabban betöltöttük. Nagyon jó. Adj neki, Rob. Ne sajnáld. Na, hogy kifér a csövön. Úgy. Ez az. 3,5K. Na, olyan jó. Azaz, adj neki. Nice. 3,90. Csodás. 5,8. Ez balhé. Nem. Esetleg a SUS 130 PM. Most már nem is lehet rálátni. Kettő, hát minimál HP-n vagyunk. Azaz a faze meg a 263-as objektum, az ott szopós. Viszont a tortózó szépen leabáltad, nyilván azt tudod, amire rálátsz, egyértelmű. Fölöslegesen, SUS 130, nagyon jó. 382, szerintem track plusz damage. Valami volt neki, adtál neki ott valamit. Nice. Azaz, ki is gyújtottad, parádés. Jön akkor a Type. Ez nem jön a Type. Ah, kispotolt minket, ügyes vagy. Kis faszopó. Hát a hegy az pedig stagnál. Csoki meg a E4 védi, vézével együtt a guard meg csak ott valamit középen csinál. Létezik. Na viszont mindjárt 5K, nagyon parádés. Szóval 130 miatt a védik hülye voltál? Ilyen hülye ember nem lehet. De gyönyörű. 7-9, gáz. Bagger kibaszta a vézénket, ez probléma lesz. Lehet. Állj meg. Miért? Meg sem mozdulsz. Gyakorlatilag védekezel. Á, de kár. Ott aztán be lehet verni ott a kis géppuska fészek torony valaminél. Na így jön, akkor még jobb. 3,50. 5,5K mindjárt. Az a baj, nem tudom, mit tud visszatartani az E4 meg a Csoki 52 a dombzetőn, hogy elnézem semmit. Csoki 52-nek mindjárt szotyi. Nice. Volt egy bagger. És megjelent a Type is. Type 61. Finom. Az a baj, nem tudjuk, hogy hol van a Scorpio G. Szerintem simán fedezi a Type 61-et. Szegény fazéból meg alig maradt. Eléggé problémás. És rá lett töltve ismét a gold. Na, egy kis speed boost. Akkor sima APCR. Az is nagyon fasza. Ajjaj, Csoki 52-t meg fogják kefélni ott a dombtetőn. A TVP nagyon rá van izgulva. Meg ott van a bagger is. Vézében lejött a dombról. Így, hogy kettő Type 61 van, bocsi. Most sasolom. Hát igen. Lehet, hogy itt ebből hősi halál lesz, bátya. Már csak ketten vagytok a fazéval. Ez probléma. Jó, te még full HP-n vagy, az tény. De ezek rágyönnek. Nagyon meg fognak kúpolni. Na de se baj. Én is jártam egy, hogy bőven megkúpolták az embert. Type 61. Ez is csak itt villog, aztán spotolgat ki minket a kis balfaszkanyonja. És igen, előbb-utóbb, az igen, bazd meg. Scorpio G csak így kupolán elver. Az szép. Az probléma. Ó, igen. Bagger is full HP-n. Az finom lesz. Scorpio G is itt van. Hát nem tudom, hogy mi lesz ebből. Estig gondoltam, megjelenik ilyenkor a farkas-farkas. Nem, hogy beszop egyet a
Nagyon jó. Hát akkor a TNA-tól kapod. Ííí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 
A csata nem rajtad múlott. 3 kill, 5781 damage. Talán még egy olyan gernak be tudsz verni. Nem? Nem tudsz beverni? Nem. Hát, a farkasfark elintézett, Rob. Ez nem a te hibád volt. Ez egy nagyon jó kis performance volt. 3 kill, 5781 damage, szerintem látható nem volt. Ez bátyja, ez nem rajtad ment el ez a csata. Szerintem te egy 10-es meddel, amit tudtál, megtettél top tierből. Több meg le van szarva. Jó kis csata volt. Csá népek!